Szerinted én örülök, hogy lefokoztak? Bonnie már bérelt is hangszóros autót, hogy mindenki tudjon róla. Figyelem, Spooner Street! Lois férjét lefokozták! Azóta csóróbbak! Ismétlem, Lois családja egyre szegényebb! Meríts erőt a dologból! Jó érzés lesz mindenkinek bebizonyítani, hogy tévedtek! Most megyek kakilni, 5 másodperc és jövök. Bizonyítani, Kész! Akkor hát bizonyítok! Biztos nem fognak felnézni Clevelandre, ha majd jól kirúgatom. Szevasz, Fater, mi a hányás? Jó volt a parti. Nem loptam ketchupot, egész este bámult valaki. A faszomat már! Itt vagy, apa? Baszott ketchupot hozni! Picsába! Hé, ez a csibefalott csontszáraz. Mi a helyzet a ketchuppal? Névtelen bejelentést kaptunk, hogy patkány fészkel a nagy tartályban. Jöttem, hogy megnézzem. Miről van szó? Azért remélem téved. Kirúgnának, ha ilyen trehányan végezném a munkámat. Talán félreértettem valamit. A hallásom nem túl jó, mióta olyan közelről láttam a Muse-t, amilyen közelről csak lehet. Egy pillanat. Halli, halló! Itt Peter a besúgó! Aha. Sajnálom, hogy félrevezette valaki. De amint látja, itt minden szabályos, szóval viszontlátásra. Reggel az ellenőrzőkör úton megtaláltam a patkányt. Mi szükség volt erre? Sajnálom. De mióta így feltörtél a gyárban, én egy senki vagyok. Mindig tudtam, hogy nem viszem majd sokra, de szeretem kivenni a részem a sörgyártásból. Mielőtt idejöttél, a kevés is elég volt. Griffin, most tájékoztattak, hogy szabotálni próbálta a vállalkozásunkat, és egy rágcsálót tett a tartályba. Ez volt az utolsó húzása. Ki van rúgva? Mindegy. Amúgy sem vagyok ide elég jó. Várj! Ne rúgja ki Petert, uram! És miért ne? Szüksége van rá. Igaz, hogy minden cégnek kell néhány elhivatott ember, de még fontosabb, hogy Peterfélék is kellenek. Szürke alakok, akik elvégzik a lélekülő munkát közepes fizetésért. Minden áldott nap. Nem vágynak többre egy hideg sörnél és egy barátnál, akivel megihatják. Ha kirúgja Peter Griffint, akkor az ügyfeleit rúgja ki. A sörvedelő átlagembereket, akik a hátukon cipelik az egész országot. Cleveland, igaza van. Griffin valóban középszerű alak, és Amerikát a középszerűség élteti. Tudja, a vezetőségben épp ilyen éles látásra van szükség. Csatlakozna hozzám az igazgatóságban? Köszönöm az ajánlatot, uram, de nem fogadom el. Ezennel hivatalosan is benyújtom a felmondásomat, és Peter Griffint javaslom utódomnak. Tudja, én egyetlen munkára születtem, és most megyek, és visszasze ott a madár a laptopommal! Bélyek helye. Nem kézbesíthető. Jöjjön már be! Köszönöm, hogy fogad, uram. Nem húzom az idejét. Az a helyzet, hogy én postásnak születtem. Vissza akarom kapni a munkámat. Ez nagyszerű, de... Kérem, uram, hadd mondjam végig. Ezzel a gumival rögzítem a tiszteletlen heréket, hogy többé ne lóghassanak ott, ahová nem tartoznak. Kezdem is. Kész! Cleveland, egy hete megírtuk, hogy újra állományba kerül. Sosem nézem a postaládát, ahogyan Pablo Escobar sem kokózott soha. Rettentő sokat kokózott. Ó, akkor azt hiszem, nagy hibát követtem el. Egy fejes a szakszervezetben keresztbe tett a kirúgásának. És te hoztak, Cleveland. Köszönöm, uram. Jó újra itt lenni. És ennyit a golyómról. Tessék, itt a gumia. Kösz, megtarthatja. Cleveland, cimbi, nyomassunk egy szelfit az őrült hetünk emlékére. Peter, egy újabb vicc miatt megint bizonyítanod kell, hogy ismersz fekete embereket. Nem mondom, hogy súlyos poén volt, de te leszel majd a profilképemen. Különben végem. Oh, hello, ott a zsidó barátom, Mort Goldman. Bár Mort, hogy vagy, haver? Egy gyors selfie-t? Úgy örülök, hogy idén végre megint van Halloween karnevál. Aha, a vakcinának hála, újra azt csinálhatjuk, amit rühellünk.
Az Isten fáját, Peter, már nagyon unom, hogy a kis ujjadat sem mozdítod meg a családodért. Lois, én vezettem, vettem jegyeket, kelletlenül vonszolom magam egész nap. Mit vársz még tőlem? Nem is tudom, mondjuk azt, hogy örülj annak, hogy néha a családoddal lehetsz. Nézd, én nagyon igyekszem, de őszintén szólva... Ejha! Issel. Ah, és itt a főnököm, egyre jobb. Hello, Preston, mi ez a sapka? Ez itt a Halloween jelmezem. A 90-es évek sztárja vagyok, Paul Shore. Ah, mármint Pauli Shore? Talán kevésbé hivatalos környezetben. A stílusát a szörfös kultúrából kölcsönözte. Olyan szavakkal, mint csá, haver és flamó. Ez a jelmez nagyon gagyi magán. Gagyi, mint Pauli Shore. Ijesztően hangzik. Az átugorhatatlan podcast reklámok háza. Mielőtt megismernénk a gyilkosság a déli sarkon lezárását, néhány szót az Antakitingekről. Én nyomom, hogy ugorja át, de nem történik semmi. A múltkor egy buliban elgondolkodtam, miért lóg ilyen mélyre az ingem alja. Jó ég, egy totál átlátszó személyes kamu emlék. A síplátában éppen egy penge foci meccs ment, de a legnagyobb gól a haveron prémium minőségű elérhető áru inge volt. A világon senki nem beszél így. Hazarohantam és rábingeztem az Antakitra a Microsoft Surface-emet. Ez komolyan egy reklámba rejtett reklám volt? Antakit ingek. Kevin James-en nem segíthettünk, de most itt vagyunk. Mivel ez a program az én ötletem volt, mindenkit azzal nyomasztok majd, hogy azt kérdezgetem, jól érzi-e magát? Chris? Kicsim? Te jól érzed itt magad? Na jó, szóbeli választ szeretnék kérni. Jó, Chris jól érzi magát. Meg, te is jól érzed magad, ahogy a bátyát? Végül is. Okay, remek. Aláírnátok ezt az anyameetingre, hogy igazolhassam a sikert? Nagyon jó. Látom, mindenki jól érezte magát. Megpörgetheted az anyadi ikereket? Győzelem egy nyilvános vitán. Pörgetés átadása egy anyának, akit szeretnél lefitymálni. Átadhatod valakinek, akit szeretnél lefitymálni. Köszönöm. De Bonnie-nak sokkal nagyobb szüksége van erre. A fiatalító eljárás csak rontott a helyzetén. A Michael Cera hologram egy kissé furajt. Ja, ez tényleg én vagyok. Mindig is áttetsző voltam. Oh, hello Hollywood! Igen, szerepelnék egy akciófilm sorozatban. Az nem is headset. Egy gumicukrot dugott a fülébe. Ez a hologram téma a legmenőbb, ami valaha szembe jött velem, pedig egyszer láttam egy bazi nagy lovat. Üdvözöllek szerény hologram laboromban! Szeretnéd látni, hogy készülnek a kicsikéim? Tata, ha már itt vagyok. Szóval igen? Igen. Akkor azt mond, Dagi. A gép aprólékosan letapogat, majd virtuális stabil fénymásolatot készít rólad, ami önállóan is boldogul a világban. Hát ez kamurak hangzik. Van valami tudományos alapja? A Star Trekben használták. Valami bajod van a Star Trekkel? Nyugi, higgadjon le! Elfogadom az érveit, mert így helyes. Halloween van. Bármilyen otthoni feladatot rájuk oszthatsz, legyen az bármilyen alantás. Akkor lehetne egy másik Peteröm, a kiköpött másom, olyan, aki látszólag nagyon szeret a családjával lenni? Pontosan. Megkaphatom? Sajnálom, nem. Ez az egy létezik. Akkor talán elrendezhetnénk ezt máshogy is? Ilyet, ez az első ingem, ami kitűrve is jól mutat. Mert ez Antakit. Mi a titkuk? Annyi, hogy rövidebb ingeket gyártanak.